Az, hogy miért fontos arról beszélnünk, hogy az oltásnak, a beoltottságnak mekkora jelentősége van, azt talán senkinek nem kell mondani, ám érezhetően ezzel kapcsolatban a hangulat folyamatosan változik. Most éppen a társadalom hozzáállása mi? Hogyan mérhető ez? Kutatásunk azelőtt történt, az adatfelvétel azelőtt történt, hogy megérkeztek volna az első vakcinák Magyarországra. Tehát elég alapvető, kiinduló képet látunk arról, hogy az emberek miként gondolkodtak, amikor elindult a vakcináció gondolata. Azt láttuk, hogy a társadalom mintegy egy ötöde, tehát 20%-a nagyságrendileg volt az, aki azt mondta, hogy ő mindenképpen be fogja oltatni magát. Mintegy 40% volt azoknak az aránya, akik azt mondták, hogy ők nem kívánják beoltatni magukat. Ezek az eredmények nagyjából azonosak más kutatóintézetek méréseivel is. A benyomás az az, hogy a viták hatására, illetve a vakcináció elkezdődése hatására, minthogyha megnőtt volna egy kicsit az érdeklődés a vakcinák irányába. Egyébként nálunk a biztosan oltatók és az inkább az oltás felé hajlók olyan 45-46%-nyian voltak. Ez még nem elég a nyájimmunitáshoz. Ugye ez a híres nyájimmunitás, ez arról szólna, hogy ha a társadalom egy bizonyos része, mondjuk kétharmada valamiféle védettséggel rendelkezik, akkor meg lehet állítani a járványt, akkor meg lehet állítani azt a radikális terjedést, ami most megbénítja az életünket. És hát ha valamit látunk, hogy az élet megbénulása az azokat is zavarja, akik adott esetben nem félnek annyira a járványtól. Tehát itt azért van egy összekapcsolódási lehetőség, ugyanis az oltás nem csak azoknak segít, akik a betegségtől félnek, hanem azoknak is, akiket adott esetben frusztrálják a lezárások, vagy elvesztették a munkájukat. Ez egy lehetőség arra, hogy minél előbb visszatérjen az élet a normalitásba. Gondolom azért is rendkívül fontos, hogy látni lehessen, hogy milyen társadalmi szegmens az, aki elzárkózik, és kik azok, akik pedig sokkal inkább magukénak érzik, mert őket egészen más, hogy más kommunikációval kell megszólítani. Így van, ezért nagyon fontos, hogy beszéljünk róla, hogy az emberek mit gondolnak az oltásról, és hát természetesen arról is, hogy melyik oltásról mit gondolnak. Ezért nagyon hasznosak az ilyen típusú kutatások, ezek nem csak a kutatók kíváncsiságát elégítik ki, bár nyilván, hogyha az adatok mélyére ásunk, akkor nagyon izgalmas dolgokat tudunk meg arról, hogy mi az, ami motiválja azokat az embereket, akik beoltatnák magukat, vagy nem. Tehát nem csak azt tudjuk, hogy kik azok, akik nem oltatnák magukat, hanem azt is, hogy miért. De ettől függetlenül azt tudni, hogy az emberek miben bíznak, kiben bíznak és kire hallgatnának, ez rendkívül fontos. Például adataink azt mutatják, hogy azok között, akik valamilyen formában nyitottak az oltásra, 40%-nyian mondták azt, hogy ha azt látják, hogy nincsenek mellékhatások, akkor nyitottak. Körülbelül egyharmad azt mondta, hogy egy számukra tekintéllyel bíró, mondjuk orvos szavára hallgatna. Ezek nagyon hasznos információk a döntéshozóknak is. Arra biztatok mindenkit, hogy a szakemberek, járványügyi szakemberek, infektológusok, víruskutatók szavára figyeljenek, és kövessék azt a munkát, amit a tudomány az elmúlt egy évben nagyon intenzíven folytatott. Az emberi történelemben még soha nem volt olyan világjárvány, amelyet akár 2 év alatt meg tudott akadályozni az emberiség. Ezek a lezárások, az életünk megállása egy örökké valóságnak tűnik, és sokak számára borzasztóan frusztráló, de hogyha idén sikerül a nyájimmunitást elérni, akkor az emberi történelemben egy soha nem látott tettet hajtunk végre, legyőzünk egy világjárványt méghozzá rendkívül gyorsan, és ezt a tudománynak köszönhetjük, hogyha ez megtörténik.